11. fejezet Ettől kezdve minden tennivalónkat úgy végeztük, hogy csak a következő hajózási évadban támadják meg a várost. Erre tettük fel az életünket. Igazság szerint nem is volt más választásunk, mert a hátralévő idő gurru közepéig már semmire sem volt elég. Orcsú már régen egészséges volt. Dimmu szabadjára engedte a palotában kapott szállást. Hallgatak sétáinak célja, ahogy ezt a minden tudó Riámi ravasz mosolygással jelentette, egyre gyakrabban volt Erua temploma. Az istennő papjai és papnői nem felejtették el, hogy az évnegyed első csodáját ennek az idegennek köszönhették, és mindenben a kedvére jártak. Mindig nehezen viseltem el Riámi plecskálkodását, és ezúttal komolyan dübehozott. A Nauni eleget szenvedett életében ahhoz, hogy már itt a földön megkóstolja a paradicsomot, ha annak tartja Eru a templomát. Senkinek nincs joga helyette eldönteni, ha a város törvényeit betartja, hogy mi az, ami őt Avanához, új életéhez köti. Eru a papjainak és papnőinek dolga, hogy szívesen látják-e orcsút vagy nem, mondtam Riáminak, és keresztül néztem rajta. De ez már annyiszor megtörtént, hogy Riami sajnos nem vette észre. Most azonban már lehetett reményünk arra, hogy elég íjat készíthetünk, és orcsú élete megváltozott. Napokig mérlegeltük, kik legyenek azok a legügyesebb mesteremberek, akik az új műhelybe kerülnek, hogy ne csak a kezük, a felfogásuk is gyors legyen, követni tudják a nauni minden utasítását. Ott voltunk numdával, amikor Orcsú először találkozott jövendő munkatársaival. Csendesen beszélt, Feltűnően kebés hibát vétett a parti nép nyelvében, már csak azért sem volt igaz a Riámi Sanda nevetésének, és ha valamit nem értettek, addig mutatta a helyes fogást, míg végre mindegyik utána tudta csinálni. A mesterek legnagyobb kétségbe esésére minden mindennapos vendég lett a műhelyben. A retteget vezér nem csak az íjak miatt jött. Érthetetlen módon vonzódott a hallgatag Naunihoz, és legényei áldották ezt a barátságot. Mert még Inimma órákig beszélt mindenféléről Orcsunak, helyettesei gyakorlatoztatták őket, és közülük egybe sem szorult Nanur szelleme. Maguk között suttogva így méltatták vezérük tehetségét. Nem tiltottam ki Inimát a műhelyből, a munkát sem tartotta föl, a nauni közben úgy dolgozott, mintha ott se lenne. A szóáradatba csak néha vetett egy-egy rövid választ és akkor láttam először mosolyogni, mikor Inimma kikapta a kezéből az első kész íjat. Megpróbálta megfeszíteni, ahogy Orcsútól látta, de fele annyira sem sikerült, hiába erről Csodálkozva merett a fejjel kisebb Naunira, pedig Inimma is alacsony volt, aztán újra próbálta, és a kudarchoz nagyon ostoba képet vágott. Habamu kopasz koponyájára! Inimma az istenekkel is olyan tiszteletlen volt, mint a legtöbb emberrel. Mivel etetett téged, Dimmu, a gyógyítás házában? Vagy nekem is többet kellene járnom, Eru, a templomába? Ekkor suhant át a mosoly Orcsú arcán, csak annyi időre, ahogy a halászmadár szárnya villan a tenger fölött, mikor a vízre bukik. Az íj megfeszítéséhez különben nem erő kellett, hanem ügyesség, és a fogást Orcsú kétségesen megmutatta. Tíz legény közül legfeljebb egy olyan fakező akadt, aki később se tudta megtanulni. Ennél sokkal nagyobb baj volt, hogy eleinte naponta legfeljebb négyet, de inkább csak hármat készítettek, és ezt a számot csak nagyon nehezen tudtuk emelni. A munka bonyolult volt, lassan tanulták meg azok, akik a műhelybe kerültek, akármilyen ügyesek is voltak korábbi mesterségükben. A veszőkkel is sok gondunk volt az avanai íjakhoz való súlyuk miatt számításba se jöhettek. A naunik a hazájuk déli részén kanyargó purú, a nagy folyó legnagyobb jobboldali mellékfolyója, nádasaiból vágták a legjobban repülő vesszőket. Nem kérhettünk tőlük, mert rájöttek volna mire kell. Tarkumi vastag kötegekben küldte a bárkánból a legkülönfélébb fákról és bokrokról vágott vesszőket. Orcsú maga hántolta, faragta, csiszolta, a tenyerén emelgette őket, meg meghúzta az íjon. Napokig még annyit sem felelt inimának, mint addig. Aztán egy maroknyi gajjal a kezében elém állt. Isteni Uram, amelyik Naunik 200 lépésről elhibázza a célt, azt nem nevezik harcosnak. De ezek a veszők nehezek. 120 lépésen túl már nem lesz erejük embert ölni nem hazudtam Isteni Uram, mikor azt mondtam, tudok íjat készíteni, mert azt, amilyen az enyém volt, akár vakon is megcsinálom. De nem voltam soha a fegyvermesterek szolgája, és ezért nem tudom, hogy nagyobb, erősebb íjhoz mennyi szarulemez kell, milyen ívben hajlítsam meg őket, mikor a présbe teszem. Hány szöggel többet kell összeillesztésükhöz használnom, hogy ne pattanjon szét a harcos kezében, mikor megfeszíti. Ezek a vesszők 120-130 lépésig ugyanolyan jól repülnek majd, mint a nádból készítettek. De többre ne számíts, Isteni Uram! És még ez is háromszorosa volt annak, amit a legjobb avanai így tudott. Ezeket a veszőket küld vissza Tarkuminak, Isteni Uram! Ilyeneket vágasson! És adj nekem négy embert, aki ezentúl csak veszőket farag, meg három ügyeskezű kovácsot, aki a nyílhegyeket kalapálja. Enninú megvetően pislogott, mikor orcsú, puha agyakból megformálta, hogy milyen nyílhegyeket kíván. Isten uram, ez nem nyílhegy, hanem korcs tüske. Akár a végére se rakjuk a veszőknek. A parti népek nyílhegyének féltenyérnyi lapos, az olajfa keskeny levelére hasonlító éles pengéjéhez képest ezek a zömök, kisújnyi tüskék valóban nem sokat ígértek. Csak az a jó, károkta tovább a vénkovács, hogy sokkal kevesebb bronz kell hozzájuk. Igaz, annyit is kár ilyesmire pocsékolni. Nem is láttál még harcot, te kölyök. Egy pillanatra én is meghökkentem ezen, de aztán eszembe jutott, hogy Nagyobb nyílhegy az öreg mutabi csípőjében nem nyugodhat annyi idő óta olyan békésen. A vén kovács az első volt avanában, aki nem csak ellent mondott, de ostobán meg is bántotta a naunit. Ocsú szeme vágásnyira szűkült. Csak csináld magad, mondta csendesen. Kár, hogy öreg vagy, mert azokat tisztelni tanítottak. Különben rajtad próbálnám ki az elsőt. Enninu eltátotta a száját. Nem hitte, hogy egy jött-ment idegen így beszélhet vele. A a kovácsainak legtekintélyesebbikével. De mire válaszolhatott volna, Orcsú már kifordult a műhelyből. Jó kovács vagy, Enninu, mondtam, de nem vagy sem bölcs, sem szeretetreméltó. Ez az ifjú segíteni akar nekünk. Te pedig úgy beszéltél vele, ahogy az nem méltó a te korodhoz. Örültem az alkalomnak, hogy végre egyszer jól leszíthatom. Az öreg, amilyen jó kovács volt, legalább annyit ártott azzal, hogy a legokosabb embernek tartotta magát az egész partvidéken. Ostobaságait olyan fölényesen hangoztatta, hogy a sajátjával együtt sok más fejet is kótyagossá tett. Egy ilyen, csak bizonyos határig dicséretes rögeszméje volt, hogy a bronzot, a saját maga készítette kardokon és dárdahegyeken kívül, melyek valóban szépek és jók voltak, minden másra sajnálta. Ezért ahol tehette, a többi munkát megrövidítette. Boldog volt, ha csak egy karikányi rezet is el tudott csalni valahonnan. Van olyan ember, folytattam, akit az öregség megnemesít. A tudás, a tapasztalat nem gőgössé, hanem alázatossá tesz. Ilyen lubaltú, aki még nálad is öregebb. Ezért még remélem, hogy példát veszel róla, mert bántaná a szívem, ha ezután is azt hallanám, hogy Enninunak a vénség nem meghozta, hanem elvette az eszét. Gondolkoz a szavaimon, Enninu, és habamú óvjon attól, hogy még egyszer erről kelljen beszélnem veled. Sajnos még ezután is sok baj volt Enninúval és a kovácsokkal. A mesterségük gőgie elhomályosította józan eszüket, bár tudom, hogy ez nem csak az ő hibájuk. Kiváltságos és ugyanakkor kitaszított helyzetben voltak. Mindenki tisztelte munkájukat, melyért értékben sokkal többet kaptak, mint más mesterségek művelői. És mégis egyetlen avanabeli apa sem törődött volna bele, hogy lánya egy kovács asszonya legyen. Tiszteletet és egyben félelmet keltettek az egyszerű emberek szívében mágikus tudásukkal, melyel az érc durva, nehéz rögeiből csillogó fémet varázsoltak a kemencéikben. Beszélnem kellene még arról is, hogyan sodorták az íj idegét vastag kétszeres marhabér húrból, hogyan zavarta fel Pilagú az ügyes fiatal halászokat éjszakánként a parti sziklákra a madarakért, hogy tollaik a veszők röptének pontosságát szolgálják. De lesznek, akik már is úgy gondolják, fölösleges aprólékossággal részleteztem ennek a háborúnak az előzményeit a háború leírásának rovására. Nincs igazuk. Ezek a türelmetlenek alig különböznek avatellától, vagy az általa emlegetett lantosoktól, akik egy csatát hosszabban tudnak megénekelni, mint amennyi ideig valójában tartott, miközben gondosan leltárba veszik nem csak a hősök fegyvereit, a kapott és adott vágásokat, hanem a legurult vagy betört koponyákat, a kifordult beleket is. Rám kényszerítették ezt a háborút, és ha már így történt, azt hiszem megbocsátható kívánságom volt, hogy megnyerjem. Hogy ne azok pusztuljanak el, akiket hibáikkal együtt szerettem, hanem akik ellenünk jönnek. Nem harci dicsőségre vágytam, hanem arra, hogy ha lehet, a megvédésén túl, gyorsan, a lehető legkevesebb vér árán olyan leckét adjak a támadóknak, hogy hosszú időre elmenjen a kedvük egy újabb háborútól. Ezért tűrtem el Inimmát, és ezért ragaszkodtam a nauni íjakhoz, mert tudtam, így avan a kevesebb embert veszít, mintha avatella módja szerint ember ember ellen közelharcban küzd a parton. De van egy másik, úgy érzem, még fontosabb okom, amiért ennyit beszélek az előkészületekről. Valójában az a pár száz nap sokkal nehezebb volt. Sokkal több, bár vértelen küzdelmet, áldozatot jelentett, mint a háború, amikor már csak végre kellett hajtani mindazt, amire olyan keservesen készült az egész város.